Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, ahogy a múlt heti műsorunkban is említettem, az őszi tárlat megnyílt a Józsa András Múzeum első emeletén, és hát a megnyitón két díjat is átadtak, vendégeim a díjazottak, Nyíregyháza és a megye kitüntetettjei, Boros György, a Józsa András Múzeum fotósa, fotóművész, valamint Csutkai Csaba, szintén fotóművész, szervusztok! Hello. Ahogy említettétek nekem még a műsor előtt, a beszélgetés előtt, mindig vannak díjak. A város, illetve a megye önkormányzata is kitünteti a kiemelkedő alkotóművészeket, de nagyon ritka az olyan, amikor mindkét díjat egy-egy fotóművész zsebeli be. Meséljetek amúgy az élményről, az elismerésről, kicsit protokoláris a dolog, ám mégis szerintem valahol fontos ez számotokra. Csodálkoztunk én nagyon. Csaba is megkérdezte, sőt felhívta Szimonát, hogy nem akarom átvágni, vagy valami ehhez hasonló, mert nem hittük a fülünknek. Igazából nem nagyon kényeztettek el minket eddig, majd reméljük ezentúl máshogy lesz. És nem, hogy mind a két díjat fotó, olyan se volt, hogy egyiket fotós kapta volna. Tehát gyakorlatilag... Tehát mindig a festőművészeknek, igen, a szobrászok, a grafikusok, mikor hogy sikerült, és most meg így sikerült. Hát biztos, ezek szerint van ilyen is. Valószínűleg ennyi volt a mi beérési időszakunk, hogyha ezt lehet nevezni, de minden esetre valóban nagy meglepetés volt. Én megmondom őszintén, évek óta, hogy pályázgatok, sosem az volt a fejemben, hogy még talán is felejtettem, hogy díj van, vagy miért is van, hanem egyszerűen az esemény, az eszköz, úgy érzem, hogy kötelességem, hogy megmutassam az ezévi friss terméseket, ami persze az én esetem befolytatása egy régebbi dolognak, de a termés az friss volt, és tényleg a kiállítás apropója adta, nem pedig, hogy díjat. Pedig máskor mindig úgy indulok egy pályázatra, hogy na, díjat kellene nyerni, de az végképp nem volt a fejünkben, hogy itt ezt lehet. Itt egy idő után feladtátok, valljátok meg, őszintén, de akkor tényleg beérett, igen. Múlt héten így említettem, hogy körülbelül 100 alkotóművész küldte be pályamunkáját az őszi tárlat előzsűrizésére, és amúgy ez a legnagyobb dolog ezzel a kiállítással kapcsolatosan, hogy itt nagyon komoly zsűri áll az egész tárlat mögött. Nyíregyháziak ők? Nem, függetlenek a megyétől miskolciak. Egyébként pedig pont ez biztosítja azt a furcsa helyzetet, hogy amatőrök is adhatnak be, mert aki megugorja azt a mércét, amit ők felállítanak a kiállított művekkel kapcsolatban, az ugyanabban a kiállító térben ugyanolyan súllyal szerepelhet a munkáival, mint a hivatásos művészek, és nyilván ez az a pillanat, amikor például mások is láthatják, hogy mind dolgozik, hogy szerepel, miket csinál éppen, és így ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy valaki bekerüljön a szakmai köztudatba. Ennek értelmében lehet, hogy szinte egyértelmű a kérdésem, de akkor ezek szerint ide presztízs, elismerés, oltári nagy dolog, hogyha valaki bekerül, akár ismertként vagy kezdőként? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát volt már rá példa, hogy első alkalommal pályázó festő kollega kapott díjat. Sokan nem értették ezt annak idején a művész kollégák közül, lehet, hogy én sem értettem, de mindegy, mert valahogy begyökerezett talán a fejünkbe az, hogy csak olyan valaki kaphat díjat, aki már 10-20-50 éve dolgozik ezen a pályán, és én úgy érzem, hogy szintén, még lehet, hogy akkor én is füstölgtem, hogy ez meg volt hirdetve a megyek hivatásos képzőművészetén, annó, és most féltünk attól, hogy ez valami higulást jelentett, de nagyon-nagyon örülök én is, hogy jöhet a fiatalság, mert én úgy gondolom, hogy valóban teret kell biztosítani azokhoz a mérésekhez. Persze nagyon nehéz az almát a körtével összehasonlítani, ha most kerámikus nézek, grafikus nézek, vagy fotós nézek, hogy na miért is pont ez lesz a megfelelő érték, amit követni kell, vagy nem is a követés a lényeg, hanem elfogadottságában. De én úgy gondolom, hogy mint minden pályázat, mint minden kiállításnak a falra került és posztamesre került dolgok értéke, az akkori
zsűrinek az értékítéletén alapul, amit el kell fogadni. A zsűri, hogyha ezt most így gondolta, hogy ez nekünk jár, és ezt én nem vonom kétségbe a többi kollégáknak a művészi kvalifikációját, hogy valóban mi voltunk a legjobbak. Mert én azt mondom, nem igaz, mert csodálatos festmények és csodálatos szobrok láthatók a múzeumban. A zsűri benyomásában ez volt, hogy valószínűleg most erre a kategóriára, a fotóművészetre kell, hogy essen a választás. Én nagyon egyetértek a zsűrivel. Nem tiltakozom sem. Fél-fél percben ti milyen munkákat küldtetek be? Hú, ez elég nehéz lesz fél percben, mert, mert az én képem, én egy képet adtam be, de ennek a rövidebbik oldala 1 méter, hát gondold, de ebből beadok hármat. Ez egy nagyon mesefélre kiállított elemben, ebben az az érdekes egyedül, hogy ebben keveredik furcsa módon az analóg fotótechnika digitálissal, és amikor csináltam, vagy kezdtem ezeket a dolgokat csinálni, akkor bizonyos nyersanyagok reneszánszát élték, azóta megszűnt még a gyártásuk is, ma pedig óriásit fejlődött a digitális technika, illetve a számítástechnika a fotóban, és ennek az egymásra hatásából alakult ki egy furcsa dolog, ami hát végül is a képlet, az látszik rajta, amit ma ebből az összjátékból meg lehet csinálni így fotóval. Csaba, a te munkád? Az én munkám tulajdonképpen légifotókhoz kapcsolódó felvételekből jött össze, ami hát nem tudom, hogy mennyire szokványos, nem szokványos, de sokan, hogyha akik repültek, látják, hogy a fentről nézett tájkép milyen csodálatos abstrakciókat árul el és mutat számunkra, és hogyha van egy megrendelés, egy munka, A-ból B-be, amíg eljut az ember ott unalmában, amíg fent repkedik, nem én vezetek, hozzáteszem, tehát én ott egy pótutas vagyok, a sárkánya történik a repülő sárkány repülővel, addig unalmamban, ez persze nem így igaz, figyelem a tájat is, és már korábban elkezdődött egy olyan sorozatomnak a készítése, ahol valóban aztokat a kimetszéseket, kiszedni azokat az abstrakciókat ebből a tájfotóból, ami lehet, hogy izgalmasá tesz, és nem talán annyira a szokványos tájfelvétel. Persze kavarok benne, ez is az is, aztán valahogy ebből a rendetlenségből vagy rend lesz, vagy nagyobb rendetlenség. Aki látni akarja a ti alkotásaitokat is, mindenképpen látogasson el az őszi tárlatra, ahogy már említettem, Józsa András Múzeum első emelettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Az Egyesült Államok keleti és nyugati partján is a magyar költészettel emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára. Pankotai Péterrel és Luther Imrével beszélgetek a következő percekben, akik a hét elején repülőre pattantak és meg sem álltak New Yorkig. Sziasztok, srácok! Jó reggelt, igen, bocsánat, hogy reggel van még, igen, sziasztok! Ez milyen jó elszólás volt, az időeltolódás miatt elég nehezen tudtuk összehozni ezt a beszélgetést, de íme itt vagytok, és látom, hogy nagyon profi cuccal, mikrofonnal, mi egymással. Megpróbáltuk készülni, az igazság. Úgy jöttük az Egyesült Államokba, hogy nem csak New Yorkba érkezünk, hanem San Diego-ba és Los Angelesbe is megyünk néhány előadó este erejéig, ami azt jelenti, hogy a lehető legkülönbözőbb dolgokra kellett felkészülni, mert nem egyfajta estet hoztunk el, hanem 4 teljesen más műsort fogunk most a közönség elé vinni. Hát itt New Yorkban elsőként ugye az október 23-i forradalom és szabadságharc megemlékezésén veszünk részt, ami azért nagy öröm számunkra, mert nem pusztán a magyar-amerikaiak vagy az amerikai magyarok vesznek részt, tehát vegyes közönség lesz, hanem effektíve olyan amerikaiak is, akik egyébként hallottak sokat a magyar forradalomról, láttak, tudják, hogy mi az, és közönségét jelen lesznek. Másrészt pedig nyilvánvalóan azok a protokollárisan értékelhető, vagy éppen a szakemberek közül kikerülő emberek, akik számunkra is fontosabb, mint a közönség részei. Az időeltolódás miatt, ugye, ahogy említettétek, nálatok még reggel van, tehát az a három előadás előtt vagytok még. Mennyire nagy dolog ez számotokra, hogy ott lehettek, előadást adhattok, és egyáltalán milyen előadással készültetek? Kedves nézők, nem tudom, mennyire tudják, de én, mint a Magyar Színművészek Nyugati Parti nagyköveteként,
tehát hogy már megkaptam ezt a tiszteletbeli címet, ezért igyekszem ennek eleget tenni. Mégpedig most már negyedik éve itt Amerikában próbálkozom azzal, hogy minél többen ismerjék meg a magyar kultúrát és annak igazán értékeit. Los Angelesben ugye rendeztem már 3 darabot, és próbáltam mindig olyan embereket megmutatni az itteni közönségnek, akik arra méltóak, és nagyon jól és nívósan képviselik azt, amit közvetítenek, azt, amit adnak a közönségnek. Ilyen Luterini barátom is, aki ugye régi iskolatársam volt még a Zrínyi Ilona gimnáziumban, és jött az ötlet nyáron, hogy mi lenne, amit ő csinál, ezt a Ders színházat megismertetnénk az itteniekkel, mert úgy gondolom, hogy ez annyira még nem ismert itt. Úgyhogy szót követett, és így jött létre először a New Yorki, majd aztán a 2 másik fellépés is, és remélem, hogy nagyon jól fogadják majd ezt a műsorunkat. Igazán próbáltuk nagyon széles körülök és nagyon sokfélék lenni, és azt el kell mondjam, hogy itt New Yorkban, amit egyébként látnak a kedves nézők, mögöttünk egy lakásban vagyunk, mégpedig nagyon régi kolléganőm, kedves barátunk Csonka Tünde, aki a Győri Nemzeti Színház tagja volt, és már 10 éve New Yorkban él, Emerton Díjas, ő közreműködik tulajdonképpen a New Yorki műsorunkban. Hogy hogyan néz ki a műsor, azért fontos ilyen szempontból, a Peti említette, hogy versszínházról van szó. Gyakorlatilag a mai kortárs költészet legegladása képviselői, akik köthetők egyébként 56-hoz, mint például Huda Ferenc, aki a Pesten esik a hó című verse, és még másik 2 költeménye miatt, konkrétan 1 évig ült börtönben 1956-ot követően, és mellette Csóri Sándor, Kányeri Sándor, jó néhány olyan költő van jelen, akinek a versei benne vannak ebben a bizonyos versszínházi műsorban. Az előadás többi részét pedig József Attila, Ady Endre, vagy éppen Vörös Sándor költeményei teszik ki, és ezeket a verseket szakítják meg, ami egyébként versszínházi dramaturgiai és koreográfiai szempontból is össze van rakva, szakítják meg azok az egyébként itt könnyű zenei, opera részletekbe rejlő, vagy éppen musical-szerű betétdalok, amelyeket a Tünde és a Peti fognak énekelni. Tehát egészen jól össze van ez rakva, ráadásul úgy, hogy mindezt közben kivetítőn is figyelemmel kísérti az eseményeket tekintve a közönség. Tehát van egy egészen jól összerakott és nagyon jól felépített olyan filmmontázs, ami folyamatosan végigkíséri az előadást. Az, hogy több síkon próbáljunk meg párhuzamot vonni az egyébként elhangzó aktuális költemények és dalok, valamint az 1956-os események között. Üdvözöljük Tündét, és köszönjük szépen a profi bejelentkezést New Yorkból, Pankotai Péternek és Luther Imrének. Köszönöm szépen, srácok, és akkor kitartást az előadásokra, sok sikert nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. A Piros Orr Alapítványnak köszönhetően ország, sőt megyeszerte több bohóc doktor segít a gyerekeknek gyógyulásukban. Erről fogok beszélgetni vendégemmel, dr. Zúz Marával, azaz Gerle Andrával. Szia! Szia! Magának az alapítványnak, illetve a bohóc doktoroknak mik a küldetésetek? Egyáltalán hogyan tudod megfogalmazni a munkátokat, a munkátoknak a miértjét? Hát ez... Igen, szóval a bohóc doktor az szerintem, ez az én saját személyes tapasztalatom, semmi más nem csinál, csak transformálja a látható valóságot, tehát nyilván keresi, hogy miért pupos a padló, hogy lehetne egy ilyen nagyon klassz ágyhoz jutni ebbe a remek kilátású szobába, ahol isteni koktélos állványokon intravénásan lehet koktélhoz jutni, és keresi a szempillarebbenés okait, és ilyesmiket csinál. Tehát olyasmit vesz észre, amit egy nagyon, nagyon beszűkült közegben lévő gyerek vagy család nem vesz észre, vagy nem feltétlenül vesz észre, vagy nem ez az irányultsága a figyelmének. Te hogyan is, milyen indítatásból lettél bohóc doktor, és van esetleg ilyen nagy-nagy sikerélményed, amire büszke vagy, vagy szívesen emlékszel vissza? Hát én úgy lettem, én színész vagyok, és volt egy toborzó
8 évvel ezelőtt a színházban, és akkor én ott felfigyeltem erre. Azt tudni kell, hogy én orvos családból származom, és ha nem leszek színész vagy zenész, akkor nyilván orvos lettem volna. És ezért az apám az mindig el szokta mondani, hogy jól van, legalább valaki lett orvos a családból. Igaz, hogy csak így. De hát ami nekem... ilyen nincs egy legnagyobb siker, apró történetek vannak, apró pillanatok, amik mind-mind sikeresek. Vannak olyan konkrét sikerek is, tudok ilyet is mondani, ami nagyon, akár nagyon vicces is, hogy mondjuk 3 éves kisgyerek, bent van a kórházban, valami fajta kivizsgáláson van valami problémája, de a szorongásos állapotából kifolyólag, mivel hogy kórházban van, és minden új, és minden egy kicsit félelmetes, ezért egy ideje nem pisil, és nem kakil, és akkor azzal fogadnak a nővérek, hogy hát ő már egy ideje, ezeket nem csináljunk valamit, hát ha mi tudunk ezzel mit kezdeni, és akkor bemegyünk, ott van egy struc, a mi állatunk, aki éppen nagyon súlyos szorulással küzd, és éppen valamilyen tojás beragadt, amit muszáj lesz neki kitojnia valamilyen helyre, és keresünk egy megfelelő helyet, fölmerül az, hogy nincs-e véletlenül nincs-e egy rózsaszín Béli a szobába, és véletlenül van egy rózsaszín Béli a szobába, és akkor a struc ráül, halkan énekelünk neki, mert ilyenkor ihletre van szüksége a strucnak, és egyszer csak valami potyan, és a Billyben találunk egy ilyet, ami nyilván valamilyen varázs struc tojás, és az elhelyeződik az ő megfelelő helyén, és akkor egyszer csak... A kislány is ihletett. Na, és akkor kimegyünk, akkor kimegyünk. Jó, hát akkor ennyi, köszönjük szépen a lehetőséget. De és hát fél óra doktor, múlva, nem? Amikor jövünk a kórtermekből visszafelé, akkor nagyon büszkén jönnek az anyukájával, és hozzák a telerakott rózsaszín Billyt, tehát van ilyen konkrét hasznunk is. Bohóc doktor rá válni nem csak annyit jelent, hogy fogom ezt a kis piros orrot és így felcsatolom a nózimra, hanem kicsit több. Jaj, de jó, és kicsit más a hangom is. Köszönöm. De ki lehet bohóc doktor? Vagy egyáltalán milyen személyiség kell ahhoz, hogy azt mondja a piros orr alapítvány, hogy na, te nagyon jó bohóc doktor lennél, és te kell lesz nekünk a mi csapatunkba. Hát egyrészt, aki érez magában, jól áll, aki érez magában ehhez indítatást, de konkrétan kell hozzá egyfajta előadó művészi múlt, amire a képzést lehet építeni. Ez lehet akár egy táncos múlt is, vannak táncosok is, lehet zenész múlt, de mindenképpen olyan, aki érzi magában az előadó művészet felé való elhivatottságot, és erre rájön az, hogy esetleg érzi magában, hogy van egy humoros oldala, vagy van egy másmilyen oldala, és akkor jelentkezik, és akkor még mindig nem tudja ő sem, hogy egyébként azt a közeget, ami egy kórház, és ami egy bizonyos szempontból, ezt egyszer mondta nekem valaki, ez olyan, mint a frontszínészet, amikor a bombák így csapkodnak fölötted, és robbannak, és te ott állsz egy fritteres estébe, és sanzonokat énekelsz. Tehát az egy harci tér, az egy harci terep, ott vannak fájdalmak, vannak sebek, vannak szagok, vannak indulatok, és ebben neked meg kell találnod a másfajta látásmód helyét. Hogyan és milyen gyakorisággal rendeltek? Hát az a terápiának az az egyik nagyon fontos része, hogy rendszeresen ismétlődik. És rendszeresen ugyanabban az időpontban ismétlődik, tehát egy kórházi menetrendbe beépül a mi vizitünk. Ez minden héten egy alkalom egy kórházban, itt Nyíregyházán is egy alkalom, ahol nagyobb az intézmény, mondjuk egy Miskolci megyei kórházban, ahol nagyon sok osztály van, és egy nagyon nagy intézmény, ott 2 napot is járunk, tehát hétfőket, de az mindig meghatározottan hétfőked, és mindig abban az időben lehet velünk találkozni. Másabb a hangod is, hogyha zúzmorává válsz, egy kicsit magasítod, ezért arra kérlek, hogy adj egy kis ízelítőt belőle, miközben azt mondod, hogy kik
rendelnek itt Nyíregyházán vagy a megyében rajtad kívül. Igen, Tóth Zoltán László, Tóth Zolka, őt ismeritek a színházból, és van egy nagyszerű kolléganőnk, ja, Zolka, ő a dr. Katyvasz, és van egy nagyszerű súgó kolléganőnk, ő most szintén elköltözött, de még mindig itt van, és ő pedig dr. Pösze. Várom, nagy szeretettel az orr most éppen, után. Most nem az én orrom, de most ez, hogy az én orrom lenne, akkor egy kicsit talán komfortosabb lenne, mert ez így most, ez így. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy a Piros Orr Alapítvány és a ti munkátok tényleg nagyon sok gyerkőcnek és családnak segít. Köszönjük, hogy vagytok. Mi is nagyon köszönjük, és csak így meglebegtetem sejtelmesen, hogy elképzelhető, hogy a jövőben sor kerül egy regionális toborzóra itt keleten. Legyen úgy, igaz, és lehet, hogy én is jelentkezek, jó, ha már ilyen jól látodat az orr. Köszönöm szépen, okay, Andi. Köszönöm. A kálóseméni kálai kúria hamarosan régiói pompájában ékeskedik, ott pedig Györfi Lajos szobrász művész és testvére Györfi Ádám két alkotását láthatják hamarosan. A kálai család mindig fontos szerepet játszott Kálósemjén életében. A család leszármazottai ma is szoros kapcsolatot ápolnak a falubeliekkel. Egy Európai Uniós beruházás eredményeképpen az 1920-as, 30-as évek világát idéző turisztikai attrakció jön létre, amelynek részeként az épületek felújítása mellett kültéri szobrokat is elhelyeznek. A kérés az volt, hogy egy természetes sziklára tegyük a követ. A természetes szikla azt jelenti, hogy nincs vágás a kő felületén, hanem szakított felület van. És így az összes szobor, amit Matt Péter is csinál, szobor hasonló gondolatisággal fog készülni, hogy valami rend legyen a itt lévő szobrok között, egyrészt méretben, másrészt talapzatokban. Erre a talapzatra kellett ráhelyezni a Rudolfnak a mellszobrát, ami azért szerencsés, mert nem úgy készült a szobor, mint egy köcsögöt fölteszek az asztal tetejére, hanem a talapzat szerves része magának a szobornak olyan, mintha teste lenne. Tehát kiegészíti a bronz részt, és ebbe a szakított részbe kellett beleírni a föliratot, hogy Károly Rudolf, évszám és nyíregyházi kórházigazgató főorvos, ami elég nehéz feladat, mert ugye ma megszokták a szobrászok, kőfaragók, hogy vagy vesznek bronzbetűt, vagy homokkal fújják be. Ezt minden betűt ebbe a szakított, nem egyenes felületbe kézzel kellett bevésni, ami elég hosszadalmas. Maga a portré nagyon kevés ábrázolás volt Rudolfról, ezért nagyon nehéz ilyenkor, különösen akkor, ha még homályos is ez a felvétel, de ki lehetett venni azokat a formai jegyeket, amely a karakterét, a belső világát kihozta. A formákat Ádám nagyon összefogottan csinálta, a formák belülről sugároznak, és az egész szobornak a lényeg az, hogy fölviszi a tekintetet a fejhez, a fejen belül a szemhez. Tehát szembe tudunk nézni magával a portréval, és így találkozik a néző és a szobornak a gondolatisága. Dr. Kállai Rudolf mellszobra mellett több családtagról is készül alkotás, amelyeket a kúria kertjében állítanak fel. Kállai Béni volt pénzügyminiszter szobra a Wolkenstein kastély bejárata elé kerül. Manapság már nem csak a hölgyek ülnek be akár hosszabb időre a fodrászok székeibe, következő összefoglalónkból ez is kiderül, valamint az, hogy a borbélyok nem tűntek el térségünkből. A fodrászat története évszázadokkal ezelőtti időkben nyúlik vissza. Régen az istenek ajándékának tekintették a hosszú hajat, amelyben a férfiak erejét és lelkét vélték felfedezni. Bár a férfi hajápolásról és trendről kevesebbet beszélünk, a folyamatos változás az erősebbik nemnél is megfigyelhető. Abszolút látszik egy tendencia, hogy a férfiak egyre jobban elkezdik követni a divatot, és egyre gyakrabban felkeresik a fodrászukat. A férfi hajdivat igazából
jobban most visszanyúlik a hagyományokhoz. Tehát minden férfi hajnal azt láthatjuk, az ilyen 20-as, 30-as évekre jellemző, kicsit mi keveredve a 60-as, 70-es évekkel, tehát a diszkó stílus, tehát minden keveredik mindennel. Akárcsak a női frizura trendeknél, a férfiaknál is időről időre van egy vezető irányvonal, amivel sokan felkeresik fodrászokat, főleg a fiatalabb korosztály. Rengeteg fiatal srác most elkezdte ezt a hipster irányvonalat, és a szakált, és visszatérnek úgymond a hagyományos irányvonalhoz, tehát abszolút divatkövető mindenki ebben az életkorban. Modellünk Ádám egy viszonylag extrém kéréssel érkezett Lukovics Imréhez. Amint láthatjuk, Ádám egy picit ilyen hipster irányvonalat képvisel. Nemrég jött haza Amerikából, és szeretett volna valami kicsit változatosabbat, vagy egy olyan érzést kapjon a frizurája, vagy mármint a formája, amitől hát tudja venni ezt az amerikai stílust. Ádámnál pont egy ilyen újabb technikát használunk, az a neve, hogy Sunkist Oil. Ez egy ammóniamentes termék, amely csak annyit tesz lehetővé nekünk, hogy egy pár árnyalatot felvilágosítjuk a hajat, vagy éppen most Ádám esetében kérte azt, hogy a bajuszt is világosítsuk. Tehát ez azt teszi le lehetővé, hogy mint amikor nyáron egy picit megszívja a hajunkat a nap, ugyanez a női divatvonalban is jellemző, ez a férfiaknál is elkezd majd egyre jobban kicsit visszatér ez a szörfös, ez a stílus. Abszolút nem káros a hajra, tehát mivel egy ilyen gyenge oxidanttal történik ennek a felvitele, nincs benne ammónia, abszolút nincs szúrószaga, tehát bőrrel való érintkezésével semmilyen probléma nem történik. Nyíregyházán még gyerekcipőben jár az a régi időkbe visszanyúló trend, hogy a férfi vendégek nem csak hajuk, hanem arcszőrzetük ápolására is felkeresik a szakembert. A visszatérő borbély szolgáltatással Lukovics Imre szinte úttörőnek számít városunkban. Ez még egy teljesen új irányvonal. Budapesten is mostanában kezdenek nyílni ezek az új borbély szalonok. Nyugat-Európában már egyre több helyen lehet ezt látni, borbélykodást. Egyre több szalon nyílik, és egyre több férfi vendég van. Nálunk csúsztatva jönnek a dolgok, hiszen nyugatról kezdődnek el az új trendek, és abból sem minden épül be a magyar trendbe, tehát mindig egy picit csúsztatva, tehát egy ilyen egy-két szezonnyit csúszik nálunk a divat, plusz mivel kis ország, kis nép, úgyhogy kevesebb a követője. Akárcsak a nők, a férfiak is sokszor ötletek és konkrét elképzelés nélkül érkeznek a fodrászhoz. A modern technológia és egy felkészült szakember segítségével azonban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő hajviseletet. Legtöbben eléggé tanácstalanok, hiszen ezért vagyok én szakember, hogy tanácsoljak és javaslatokat tegyek számukra. Viszont a képi világ nagyon megkönnyíti számunkra, én használom magát a tablettet, az internetet ilyen formában, hogy többször is kerestünk ilyen különböző formák között, van egy ilyen alkalmazás, ahol rengeteg ötleteket találunk, akár férfi divat, női divat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, október 30-án találkozunk, addig is szép hétvégét, kitartást jövő hétre, viszontlátásra!